ugyanolyan aktuális és érvényes. Fantasztikus író Jókai Anna, mert kiderült, hogy minden egyes gondolata, amit megírt a színdarabban, a helyén van. Nem lehet a mondatokat kicserélni. Olyan mélységesen ismeri az emberi természetet minden karakternél, mert azért nagyszerű szerepek vannak ebben az előadásban, és nagyon szélsőséges karakterek. Ma ugyanúgy élnek családok szétesve, ugyanolyan gondokkal küszködnek, akkor szert a világon végül is. És hát ennek ez az előnye, hogy legalább ez rólunk szól a mi életünkről. Mondd, hol van a szó, ami elmondaná, amit érzek belül. Szerintem teljes mértékben aktuális, mert ettől függetlenül, hogy milyen korban élünk, maga a, egy családnak a felépítése, illetve az anyagiaknak a fontossága, az sohasem változik. Tehát ez egy valamiért sajnos, ez egy örökérvényű dolog. Vannak problémák, amik vagy azóta is vannak, vagy újra vannak. Ugye hát a lakás problémákról senkit nem kell meggyőzni, hogy ez aktuális, ez az egész kilakoltatás, nem kilakoltatás, ez éppen nagyon aktuális. Mondd, hol van a szó, ami elmondaná, amit érzek belül. 69-ben volt a bemutatója, tehát több mint 40 év telt el. És arra voltam kíváncsi egyrészt, hogy az akkori környezet, az akkori millió, az akkori hangulat, az a ma emberének is ugyanazt jelenti-e, hogy milyen könnyen el lehet rontani az életünket, és mindenkinek megvan a maga igazsága, nem szörnyetegek vagyunk, hanem boldogtalan küzdő emberek. Egész országban, ahol meghívják, talán jelent majd valamit a nézőknek. Köszönöm szépen!